Kézai Simon program gyakorlatilag tavaly télen indult el hivatalosan egy pár hónapos tesztidőszak után, december 9-én indult útjára ez a program, egy olyan új országos mozgalom képében, amely gyakorlatilag az analóg fotókor rögzített, pótolhatatlan családi emlékeknek, és a hozzájuk tartozó lassan feledésbe merülő családi történeteket hivatott megőrizni. Gyakorlatilag a fő célja és a fő hát arcpolitikája ennek az egész projektnek az, hogy azok a családi emlékek, amelyek most még megvannak, de sajnos lehet, hogy később nem lesznek velünk, ugyanis hát azok az idősek, akik nyilván a családban őrizték ezeket az emlékeket, sajnos nem biztos, hogy később 10-20-30-40 év múlva már ezeket tovább tudják adni, ezért azzal a koncepcióval indult ez a kezdeményezés, hogy ezeket a családi emlékeket és a hozzájuk tartozó digitális lenyomatokat, képi lenyomatokat meg tudjuk őrizni az utókor számára. Gyakorlatilag a Kézai Simon program 1990 előtti, illetve hát az analóg fotótechnika kor végéig nagyjából gyűjti az analóg fotóemlékeket családi forrásokból, intézményektől, levéltáraktól. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen mindenféle különböző csoportosulást tömörítő kezdeményezés, azonban a családokon van egyértelműen a fókusz. A digitalizálást azt egy applikáción és a honlapon keresztül is végbe lehet vinni, illetve van 25 Kézai Simon pontunk, ahol segítenek ebben a digitalizációban, szkennelésben, és ezek egyike a Kraszna János szakmai vezető úr által működtetett főfotó, ahol szintén segítenek ezeknek a képi elemeknek a szkennelésében, hogyha megkeresik őket. Nagyon fontos, hogy a képeknek a szkennelése 100 képig lehetséges, és 100 képig ingyenes. Gyakorlatilag itt ezzel próbáljuk támogatni a családokat abban, hogy és buzdítani őket arra, hogy őrizzék meg ezeket a képi fotóemlékeiket. Nyilván itt, hogy a pedagógusokhoz szóljak, ez egy hatalmas nagy történelmi potenciállal is bírhat bizonyos esetekben, ugyanis rengeteg olyan kép van, ami már most olyan eddig nem látott fotóemlékeket tárt elénk, olyan történelmi eseményekről, amelyekről korábban nem volt olyan szemszögből megközelítés. Például vannak olyan országos események, mint az 56-os forradalom, ahonnan nagyon érdekes fotókat lehet gyakorlatilag egy ilyen programon keresztül gyűjteni. Aztán ott vannak olyan regionális vagy helyi jelentőségű nagyobb események, amelyek szintén korábban nem voltak így dokumentálva, mint ahogy például most a programban is egy-két képen keresztül ezt megtekinthettük, illetve olyan híres családoknak is bekerültek egyébként fotói a programba, akikről viszonylag kevés ilyen képi emlék van digitálisan, vagy volt korábban az interneten keresztül elérhető formában. A fotók feltöltését a családtagok gyakorlatilag megjegyzésekkel tudják még tovább bővíteni. Megjelölhetik a fényképeken szereplő személyeket, elmesélhetik a fényképhez tartozó történeteket, és hát ilyen kreatív módon tegelhetik is, címkézhetik is a képeket, és ez mind azt segíti elő, hogy egy olyan adatbázis épüljön gyakorlatilag ezekből a képekből, ami minden jobban kereshető, és szintén segíti a célját ezeknek a különböző tematikus gyűjtéseknek és kereséseknek később. Az egyik fő
fő üzenet ugye az, hogy a családok őrizzék meg ezeket a képeket, és emiatt is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a biztonságos tárolás és a digitális biztonság jegyében valósuljon meg ez a program. Így teljesen magyar fejlesztésű és magyar szervereken tárolt képekről van szó, a digitális biztonsági előírásoknak a teljes betartása mellett. Gyakorlatilag az így digitalizált képek azok a legmagasabb szintű ilyen adatvédelmi biztonsági előírások mellett vannak tárolva, tehát állami garancia van gyakorlatilag arra, hogy ezek a képek nem kerülnek olyan kezekbe, ahol úgy tudnak felhasználni őket. Gyakorlatilag a generációk közötti híd kialakításáról is szól ez a program. A program kiemelt célja, hogy a családokat különösen ebben a távolságtartásra építő időszakban összekapcsolja, és nagyszülőket, unokákat kapcsoljon össze gyakorlatilag akár több ezer kilométer távolságból is a családi digitális fotóemlékeken keresztül, és ez is az üzenete a programunknak, hogy közösen digitális családi örökséget gyárthassanak gyakorlatilag, vagy tölthessenek fel a digitális térbe a családok. Gyakorlatilag erre majd megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak. Közös fotóalbum szerkesztés van, ahol a felhasználók mindegyike feltölthet egy adott albumba képeket, és azt egymással meg tudják osztani a családtagok. Egyébként a programban már több mint 22 ezer fotó található. Ez így gyakorlatilag a három hónapja, cirka kicsit több mint három hónap alatt, ez azért szerintem egy elég szép adatbázis. És különösen büszkék vagyunk arra, hogy ennek a jelentős része publikus kép, tehát gyakorlatilag ezek mind mindenki számára elérhető és kereshető képek. Itt ugye lehetősége van a felhasználóknak a feltöltött képeiket publikussá tenni, és hát privát galériaként megőrizni. Mi egyébként bíztatjuk nyilván a felhasználókat arra, hogy tegyék publikussá azokat a képeiket, amik nyilván publikussá tehetők, vagy ők szeretnék, hogyha publikusak legyenek, mert hát ugye ezzel is bővítjük ezt a képi emlékezetet gyakorlatilag, ami mindenki számára elérhető lesz, illetve már most is elérhető. Jó, én igazából szerintem el is kezdeném mutatni az oldal felépítését, mert mégiscsak ez a központja a programnak, és ki is lépek, hogy láthassuk az összes funkciót majd belépéssel együtt. Jó, az oldala kézai.hu oldalon érhető el, vagy a kezai.simon.hu is egyébként ide visz. Gyakorlatilag itt a böngészőbe való beírás után a főoldal fogad minket, ahol rögtön már a regisztrációra is ugorhatunk, de rengeteg funkció egyébként elérhető az oldalon a regisztráció nélkül is, mint ahogy itt is látható, a hírszerkesztők által 7 fotójaként kiemelt albumok, amik gyakorlatilag valamilyen különleges gyűjtést, vagy valamilyen egzotikumot mutatnak be általában a beérkező képek közül. Így gyakorlatilag egy így van, egy pillanat az aljára. Egy pillanat, ezt kicsit lekicsinyítem. Nézést. Jó, tehát így gyakorlatilag azt látjuk, hogy milyen egzotikus képek azok, amik néha bekerülnek a családi albumokba, és ezek, hogyha publikussá teszi őket a tulajdonosuk, akkor hát ilyen remek kiemelésekbe is bekerülhetnek adott esetben. A Kézai Simon programnak a szolgáltatásai között egyértelműen ugye
a fotóknak a megőrzése található 100 fotó erejéig, illetve a digitalizálásban is segítünk nyilván az azt igénylőknek. A böngészés funkción keresztül, ahogy korábban is ugye elmondtam, gyakorlatilag egy eléggé széles adatbázisban és egy eléggé jól címkézett adatbázisban kereshetnek az érdeklődők. Lehetőség van fizikai fotóalbumot is rendelni az itt összerakott családi képekből, tehát gyakorlatilag egy pár kattintással egy partnerünkön keresztül fizikai fotóalbumot is tudnak rendelni a felhasználók, illetve partnerünkön keresztül családtörténeti kutatás is gyakorlatilag elkészíthető, és az applikáció is gyakorlatilag egy elég fontos eleme a programnak, ugyanis az applikáción keresztül közvetlenül képesek a felhasználók befotózni ezeket az analóg fotókat, és hát így gyakorlatilag jelentősen leegyszerűsítve, vagy hát gyakorlatilag 21. századiasítva tudják megtenni ugyanezt a folyamatot az applikáción keresztül, tehát nem kell később gyakorlatilag szkennelgetni a képeket, hanem az applikáción keresztül ezt egy gombnyomással gyakorlatilag, hogy egy érintéssel meg tudják tenni. Androidre és iOS-re egyébként egyaránt elérhető a szoftver. Kiemelt gyűjtemények még szintén itt találhatók a főoldalon belül, így gyakorlatilag szintén egy olyan valamilyen szempontból kifejezetten érdekes gyűjtést találhatunk. Itt McMenemy Mark ismert tévés műsorvezető az, akinek a családi albuma került itt be a jelenlegi kiemelt gyűjtésbe. Jó, és szerintem még itt megmutatom a híreket is. Vannak még továbbá ilyen kiemelt olyan híreink, illetve olyan kiemelt képgyűjtések, amelyeket a hírszerkesztők olyan érdekfeszítőnek találnak, hogy erről egy teljes sorozatot készítenek, és ennek a bemutatásán keresztül gyakorlatilag megismerhetünk olyan fontos és általában ide kerülnek olyan fontos történelmi vagy helytörténeti információk, amik a képekről elsőre nem biztos, hogy a laikusok észrevennének, vagy gyakorlatilag így egy kicsit jobban tudjuk ezeket az információkat átadni. Itt például ugye Budapest egyik legrégebbi parkjáról van szó, vagy hát egyik legismertebb parkjáról ugye a Városligetről. Jó, szerintem nézzük is meg a folyamatát a regisztrációnak és a belépésnek. Regisztráción keresztül intézményi felhasználók és magánszemélyek is regisztrálhatnak, azonban elég fontos azt kiemelni, hogy minden esetben meg kell adni a vezetéknevet és a keresztnevet. Ez amiatt van, hogy az adatvédelmi felhasználási feltételeink azok mindenképpen természetes személyre vonatkoznak, tehát hiába intézményként regisztrálunk, meg kell adnunk a nevünket is, de ennek összességében ennyi a jelentősége. Intézményi regisztráció esetén egyébként az albumunk, illetve minden interakció az oldalon, az az intézményen keresztül fog történni, tehát ha mi bepipáljuk ezt az intézményi regisztrációt, és beírjuk azt, hogy nem tudom, Kis Béla művelődési ház, akkor gyakorlatilag azon a néven fog futni minden egyes albumunk a felületen, és a természetes személy, nek a neve, a nevünk, az nem fog gyakorlatilag sehol megjelenni. Jó, itt igazából egy eléggé általános regisztrációs felületről van szó. Születési idő nagyon fontos, szintén azért kell megadni a rendszerben, ugyanis kiskorúak alapból alapvetően nem használhatják a felhasználási feltételeink szerint a rendszert, úgyhogy ők vagy a publikus böngészésen keresztül, vagy hát ha valamilyen nyilván oktatási közegben, ha ezt használják, akkor hát érdemes a tanári fiókon keresztül
nézegetni ezeket a képeket, vagy közösen gyűjteni egy tanári fiókon keresztül, vagy valamilyen nagykorú fiókján keresztül ezeket a képeket. Jó, e-mail címen keresztül lehet regisztrálni, és később a belépésre is ez fog szolgálni, és igazából itt egy eléggé standard regisztrációs folyamat van. Én ezt itt nem csinálnám meg még egyszer, mert szerintem ilyennel már mindenki találkozott 1001-jel, úgyhogy be is jelentkezünk most a tesztfiókomba, és bejelentkezés után, illetve regisztráció után azonnal ide a galérián fülre dob minket a felület, ahol látjuk azt, hogy összesen mennyi fotónk van a rendszerben. Nekem 8 fotón van itt erre a tesztfiókra feltöltve, ez 4 albumba csoportosul, és 8 olyan fotó van, ahol nem töltöttem ki az összes információt a képekről, ugyanis ezen az adatgazdagításon keresztül, amit ugye említettem a program bemutatásánál, tudjuk megadni azokat az adatokat, amik ugye a képhez kapcsolódó érdekességek, vagy egyéb bármilyen információ ezzel kapcsolatosan. Jó, igazából a fotók feltöltése az rendkívül egyszerű folyamat, aki tényleg használt már bármilyen képfeltöltő vagy fájlfeltöltő szolgáltatást, az 100%, hogy ki fogja magát ismerni ezen a felületen. A fotóin fülön látjuk az összes fotónkat ömlesztve. Ennek később azért lesz jelentősége, ezt mindjárt megmutatom, mert az albumaim fülön ott gyakorlatilag album szinten látjuk ugyanezeket a képeket, míg a fotóimnál ugye mindenképp csak egyszer jelenik meg, itt viszont lehetséges az ugye, hogy több fotónk több albumban is szerepel, ezért többször látjuk ugyanazt a képet. Jó, nézzük is szerintem a képfeltöltést. A képfeltöltés esetén kiírja, hogy összesen hány feltölthető képünk van még ebből az eredeti 100-as keretünkből. Ugye nálam 8 kép van feltöltve, ergo 92 kép maradt még a kvótámból tulajdonképpen. A képeknek a kiterjesztése az JPG vagy PNG lehet. Inkább javasoljuk egyébként a JPG formátumot, amiatt, hogyha később esetleg fizikai albumot szeretnének készíteni a fotókból, akkor egy magas minőségű JPG arra sokkal alkalmasabb, mint egy PNG. A PNG inkább webes használatra javasolt ebben az esetben. És maximum 20 megabyte méretben lehet feltölteni, de ez tényleg egy ilyen elméleti limit. Szerintem a 20 megabyte-os képek alatt lehet bőven tartani azért egy átlagos képméretet, úgyhogy ez viszonylag ritkán szokott előfordulni. Lehetőségünk van rögtön albumba képet feltölteni, ez egy elég praktikus funkció, mert az albumba való csoportosítás az gyakorlatilag az egyik fő funkciója az oldalnak, és jelenleg is folyik egy fejlesztés egyébként, ami az albumra való további fókuszálást helyezi előtérbe. Tehát a családi albumoknak ez a koncepciója, ez később még magasabb intenzitással megjelenik majd a felületen is. Plusz jelre kattintva tölthetünk fel képeket, itt látható, nem tudom, hogy ez szerintem ez a felnyíló kis ablak, ez nem biztos, hogy látszik a megosztott képernyőn, de egy standard Windows intéző felületről van szó, és itt gyakorlatilag kiválasztjuk azokat a képeket, amiket fel szeretnénk tölteni, vagy a böngészőkből, illetve fájlböngészőkből ismert behúzós, alias drag and drop módszerrel is be tudjuk ide húzni a képeinket, amiket fel szeretnénk tölteni. Jó, itt most 3 képet töltöttem fel, ebből 2 ez direkt ugyanaz, ennek később majd lesz jelentősége, és gyakorlatilag már itt a képek feltöltése után tudjuk adatgazdagítani is a képeket. Most az adatgazdagítás az gyakorlatilag erről szól, hogy kitöltjük ezeket a különböző információkat a képről, hogy egyrészt magunknak, egyrészt meg másoknak is információt adjunk arról, hogy mégis mi szerepel a képen. Itt tudjuk publikusra jelölni a képeket. Nagyon fontos, ez is ugye a
ez a digitális adatvédelmi és biztonsági oldala a projektnek, illetve a programnak, hogy nem kerül neki automatikusan publikusra jelölt képek. Minden esetben van egy manuális ellenőrzés, egy emberi szem látja mindenképpen azokat a képeket, amik publikusra vannak jelölve, és hogyha nem kívánatos tartalom van nyilván ezeken a képeken, akkor ezek az ellenőrzés alatt nyilván nem kerülhetnek ki, de ilyenre egyébként még nem volt példa, de ez egy ellenőrzött felület, ezt kell igazából erről tudni. Jó, saját kép vagy nem saját kép, ennek azért van jelentősége, mert ha nem saját képről van szó, akkor itt a kép tulajdonosát meg tudjuk adni. Időpont megadására kétféle lehetőségünk van. Erre azért van szükség, nyilván sok esetben előfordulhat az, hogy mint itt is például láttunk egy olyan képet, ami hozzánk került, de nem feltétlen tudjuk azt, hogy pontosan mikor született, mondjuk nagymamánktól kaptuk ezt a képet, és ő sem tudja már, hogy ez most pontosan a melyik évben készült, melyik napon, úgyhogy intervallumot is meg tudunk adni. Itt mondjuk tudjuk azt, hogy mondjuk 1900 és 1930 között készült valahol ez a kép, és ezután gyakorlatilag így kerül be a rendszerbe, hogyha évre keresnek, akkor gyakorlatilag ebbe az intervallumban a kereső ki fogja dobni ezt a képet. Ha viszont pontosan tudjuk a kép készítésének az időpontját, akkor itt megadhatjuk. Én ezt történetesen tudom, hogy ez a kép, ez, hát itt igen, elég sokat kell görgetnem, na, ennyire nem sokat, ugyanis ez a kép, ez 1900 egyben, azt hiszem 1901-ben készült. És fontos, hogy ilyenkor meg kell adnunk a hónapot és a napot is. Hogyha ezeket nem tudjuk, akkor az intervallum megadásánál lehetőségünk van arra, hogy a csúszkát azt egy évre szűkítsük, úgyhogy így lehet gyakorlatilag évet megadni a kép készítéséhez. A Google kép szolgáltatójával működik a helyszín felismerés, tehát ha elkezdjük beírni mondjuk az adott városnak a mondjuk nem tudom, ez a lehet, hogy valaki tudja, hogy ez hol készült, azt hiszem, hogy ez talán a Normafa egyébként, de majd kijavítanak, hogyha mégsem így lenne. Ez esetben viszont, ezt ezért akartam megmutatni, hogy Budapestet fog beírni, ezen ne lepődjünk meg, a Google térkép szolgáltatója így kezeli a Budapesten belüli címeket, ez egyébként később tovább fogjuk fejleszteni, és be lehet írni Budapesten belüli kisebb helyszín elemeket is, nem csak város szinten. Képleírásánál szabadszavas lehetőségünk van, így gyakorlatilag bármit leírhatunk a képről, azért érdemes nyilván ezt ilyen viszonylag szűkebb keretek közé, tehát nem, elméletileg nincs karakterlimit, de a háború és békét nem feltétlen másolnám ide be, de egy ilyen maximum egy oldalas szöveget is egyébként egész nyugodtan fel lehet tölteni, hogyha van természetesen releváns tartalom. És a címkék, amiről ugye szintén beszéltem, ami alapján ugye kereshetővé válik ez a kép, hogyha publikusra jelöljük, ami az adatbázis építésben nagyon fontos, ugyanis így fogunk tudni majd akár például történelmi jelentőségű képeket is keresni, hogyha nem tudom, második világháborús címkével látjuk el ezeket az adott képeket. És akkor itt jön be egyébként a Kraszna János szakmai vezető által kreatív tegelésnek nevezett funkciónak a szerepe, ami gyakorlatilag arról szól, hogy nem csak azt írjuk le, ami látható a képen, hanem olyan dolgokat is, illetve elsősorban nyilván olyan dolgokat, de olyan dolgokat, ami kicsit kreatív, és ami eszünkbe jut róla. Például nem mindenki írná be azt, hogy kalap mondjuk erről, meg nem mindenki írná be azt erről, hogy mondjuk a rét, ezt nagy eséllyel beírnek, lányok, igazából ebből is látszik, hogy én itt ezzel a képpel nem vagyok túl kreatív, de tulajdonképpen itt nyugodtan lehet elég sok címkét hozzáadni a rendszerhez, mert az
az, ami nyilván valamilyen szinten releváns lehet, mert az is csak bővíti az adatbázist. És nagyon fontos, hogy arctegelés is működik a rendszeren keresztül, ami hát jelen esetben a második hölgynek az arca az nem igazán látszik, de rá kattintva megjelenik egy ilyen kis négyzet, amit egyébként tudunk méretezni, illetve tudunk mozgatni is. Tehát, hogy ez egy ilyen manuális dobozként működik gyakorlatilag, és a beírt neveket azokat eltárolja a rendszer. Egyébként nem tudom a szereplőknek a nevét, úgyhogy ezt előre is elnézést a kis rozelliáktól és nagy rankáktól, amiért az ő nevüket használtam erre a példára, de ahogy látjuk itt a szereplők alatt már meg is jelenik egyébként a két beírt név. És ha fölé visszük a kurzorunkat, akkor szintén látszik, hogy kiket tegeltünk be a képeken, és ez egyébként nyilván mások képén is ugyanígy látszani fog. Jó, minden kép esetén, ami a sajátunk vagy publikus, látható, hogy letölthető a fotó. Ez nyilván szintén különböző gyűjtéseknél, vagy olyan akár iskolai felhasználásnál is fontos lehet, hogyha nyilván forrás megjelölés mellett fel akarjuk ezt használni valamilyen műhely munkában, vagy valamilyen történelmi projektben, akkor erre is van lehetőség. Jó, igazából az adatgazdagításról ennyit. És ezek a feltöltött képek, ezek már bekerültek ide a fotóim közé. És itt megmutatom, hogy hogyan tudunk albumba rendszerezni, ami szintén az egyik legfontosabb funkció, ugyanis, ahogy korábban is mondtam, ugye albumokra épül a rendszer, ez a gerince gyakorlatilag a programnak, és később gyakorlatilag az albumok lesznek azok a fő elemek, amikre keresve szintén eljuthatunk különböző dolgokra, nem csak képi szinten. Tehát fogjuk meg azokat a képeket. Itt nem tudom, mennyire látszik ez, a bal felső sarkában minden képnek van egy ilyen kis átlátszó sárga pipa, amin keresztül ki tudjuk jelölni a fotókat, és ha egy képet már kijelöltünk, akkor feljön ez az úgynevezett műveletek sáv, amin keresztül több dolgot tudunk a képekkel tenni. Elsődlegesen így tudunk albumot létrehozni, illetve ha van már albumunk, akkor meglévő albumhoz is így tudunk hozzárendelni. És ha én most egy új albumot létrehozok ebből a két képből, mondjuk pont nem ez, ebből a kettőből, mert eléggé nem passzol össze, legyen ez a legutóbb feltöltött két kép, és legyen ennek a címe az, hogy remélem jól írom, de lehet, hogy nem, nincs kapitális H benne, és egyben van, úgyhogy elnézést ezért most jelenleg Attilától. Ha megcsináltuk az albumot, akkor folyamatos, vagy rögtön gyakorlatilag bedob az albumnak a képei közé. Nagyon fontos, hogy az elsőként kijelölt kép lesz automatikusan az albumnak a kezdőképe, tehát jól válasszuk ki azt, hogy melyik képet választjuk ki elsőnek, és ezután láthatjuk a különböző funkciókat, amit a képpel tudunk tenni. A szerkesztés alatt tudunk az albumnak leírást is adni. Ez azért fontos, mert ha megosztjuk ezt az albumunkat mással, akkor nyilván ez alapján fogják tudni, hogy elsősorban milyen téma szerint, vagy milyen rendszerező elv szerint hoztuk létre ezt az albumot. Letöltésen keresztül itt szintén akár az egész albumot tudjuk letölteni, itt egy tömörített zip állományban az egész album letöltésre kerül, és igen, gyakorlatilag ugyanolyan célokra tudjuk felhasználni, mint a szimpla kép letöltés esetén. Nagyon fontos, itt tudjuk törölni az albumot, viszont ezzel csak az album törlődik, a benne található képek nem. Tehát ha képeket szeretnénk törölni,
akkor azt a fotóim menü alatt ugyanúgy a műveleteknél tudjuk megtenni, ezt mindjárt meg fogom majd mutatni. A feltöltés alatt pedig itt rögtön ebbe az albumba is tudunk képet feltölteni, amit ez a kis sárga sáv jelez nekünk. És ide nem akarok most képet tölteni, úgyhogy vissza is léptünk. A megosztás alatt pedig meg tudjuk osztani ezeket a képeket egy olyan felhasználóval, aki már vagy benne van a rendszerben, vagy tudjuk az e-mail címét, és az e-mail címére neki kiküld egy üzenetet, hogy velünk megosztott valaki egy albumot a Kézai Simon programon belül, és gyakorlatilag őt is végigviszi a regisztráción keresztül. Nagyon fontos, hogy regisztrált felhasználóval lehet csak megosztani albumot. Na most itt egy másik e-mail címemet beírom, hogy lássuk azt, hogy mi van akkor, amikor... Na. Egy pillanat, ennek frissülnie kellene már. Frissítek egyet, mert... Na, minden esetre itt lesz a felhasználó és a jogosultság alatt az, hogy milyen felhasználóval osztottuk meg az adott képet, és milyen jogosultság mellett. Akkor ha... Na, szuper. Ezen keresztül működött. Na, hát ez is egy... teszt felhasználom most, amivel megosztottam ezt az albumot. Itt látható, hogy kiírja az adott felhasználó nevét, ergo ő már regisztrálva van a rendszerbe, és nem kell végigmenni a regisztrációs folyamaton ahhoz, hogy megtekinthesse ezt az albumot. Aki használ Google vagy más ilyen kollaborációs szoftvert, azoknak ismerős lehet ez a megtekintés és szerkesztés közötti különbség. Gyakorlatilag, ha megtekintésre osztjuk meg az albumot, akkor ő nem tud képet feltölteni az adott albumba, ha viszont szerkesztésre osztjuk meg, akkor lehetősége van neki is képet feltöltenie. Nagyon fontos, hogy közös album szerkesztésénél a mi feltöltött képeinket nem tudják szerkeszteni mások, ennek az az oka, hogy ne turkáljanak bele olyan adatokba, amit mi már egyszer feltöltöttünk, tehát hogy ennek is inkább ilyen információbiztonsági oka van, de képeket ő bármikor feltöltet onnantól kezdve abba az albumba, hogyha szerkesztőként van a rendszerben, és azokat természetesen ő tudja ugyanúgy adatgazdagítani, viszont azokat mi nem tudjuk szerkeszteni. Tehát gyakorlatilag itt mindenki olyan, mintha hozna a saját kis családi fotóalbumát, vagy a személyes fotóalbumát, és berakná ide a rendszerbe, ahol összesítjük ezeket. Jó, az albumnak a funkcióiról egyelőre ennyit. A fotóim alatt látható a korábban említett törlés funkció, ezen keresztül lehet képeket törölni. Itt a rendszer rákérdez még egyszer, hogy biztosan szeretnénk-e törölni, és a kijelölt képeket fogjuk tudni törölni. Lehetőségünk van meglévő albumba is berendszerezni ezeket a képeket az új album létrehozása mellett. Így gyakorlatilag kiválasztjuk az adott albumot, és bekerül az albumnak a képei közé. A velem megosztott albumok alatt látjuk azokat a fotókat, illetve albumokat, amik velünk lettek megosztva, nálam éppen nincs ilyen album, de ugyanúgy fog megjelenni, mint ha egy saját albumunk lenne. Rákattintunk, és gyakorlatilag ugyanúgy tudjuk kezelni, mint a saját albumunkat, fel tudunk tölteni képeket, viszont törölni nem tudjuk értelemszerűen azt az albumot, ami velünk lett megosztva. Letölteni viszont ugyanúgy le tudjuk. Jó, a galériám alatt látható, ugye, ahogy mondtam, az összes képadat, és hát itt fogja jelezni nekünk ugye azt is, hogyha van még olyan képünk, ami továbbra is tartalmaz olyan mezőket, ami hiányos. Erre egyébként
jelenleg is van egy fejlesztésünk, hogy ez ne legyen ennyire szigorú, ugyanis ha már valami nincsen teljesen megadva, vagy a képeknek a szereplői például nem találhatóak meg, azt is jelzi a rendszer, tehát ezt egy kicsit kevésbé szigorúra fogjuk venni, tehát ez inkább egy ilyen indikátor arra, hogy hány fotónk van, amivel még azért érdemes foglalkozni, de ez nem szentírás, viszont a fotók és az albumok, illetve a tárhelyünknek a telítettsége az mindenképpen fontos, és egyszerre ezért ugye ne töltsünk fel annyi képet, amennyi ugye már nem tölthető fel a keretünk szerint, de ezt a fotóim, illetve bocsánat, a feltöltés menüpontban ugye látjuk is, hogy most már csak 89 darab kép áll rendelkezésünkre a 100-as keretből. Jó, a böngészés funkció, ami gyakorlatilag szerintem itt még nagyon sokakat érdekelni fog, ugyanis itt található az, hogy mik ezek a fotóemlékek, amiken keresztül gyakorlatilag akár az oktatás folyamatából bevonva, akár más esetben tudunk fotókat keresni. A címkékre kattintva azonnal oda jutunk azokra a fotókra, amiket ezekkel a címkékkel tegeltek meg korábban. Itt az összes Budapest képet láthatjuk. A képeknek a rendszerezése az véletlenszerű, tehát ha most én nyomok egy frissítést, és újból benyomom ezt a Budapest címkét, akkor ez a sorrend nem biztos, hogy ugyanez lesz, sőt, majdnem biztos, hogy nem ugyanez lesz, tehát sem nem időrendi, sem nem feltöltési, sem nem más rendszerezési elv nincs ebbe. Ezt az évszám szerinti szűkítéssel, illetve majd a részletes keresésnek a segítségével tudjuk megtenni. Tehát ha én azt mondom, hogy én Budapestről szeretnék képeket, és az 1800-as évek végétől, vagy 1900-tól szeretnék képet egészen mondjuk a második világháború végéig nézzük így, akkor ugyanígy kapunk egy ilyen szűkített képlistát, és folyamatosan láthatjuk a képeket megjelenni. Ne lepődjünk meg valamikor, hogyha picit tovább töltenek a képek. Itt például viszonylag kevés fotó jelent meg, de ha bővítjük a keresést, akkor utána azonnal látható, hogy azért több kép esetén tölt még a rendszer, úgyhogy érdemes itt egy picit várni. Jó, és itt ugyanúgy meg tudjuk nézni ezeket a képeket, mint a saját fotóink esetében. Ugyanúgy le tudjuk tölteni, ugyanis publikus képekről van szó, és ennek a szakszóval mondva hamburger menünek a kinyitásával meg tudjuk nézni a képeknek az adatait. A képnek a tulajdonosát, a kép készültét, címkéket, hát azokat, amiket gyakorlatilag mi is ugye meg tudunk adni a saját képeinknél. Jó, a részletes keresés az lehetővé teszi azt, hogy ország és település szerint is keressünk. Na, ezt most viszont lehet, hogy kibővítem, mert Romániában nem hiszem, hogy olyan túl sok képünk van. Egyáltalán nincs Romániában a képünk, de Magyarország és mondjuk Nagyatádról valószínűleg lesz fotónk. Nagyatádról sincs fotónk. Egy pillanat, ez akkor, ami ahonnan biztos van, ráadásul meglehetősen sok. Egyébként itt alapvetően érdemes ezért mindig csak a település nevet megadni a képeknek az adatgazdagítása közben, ugyanis, hogyha valamilyen kötőjeles, vagy valamilyen olyan külső területnek a nevét adjuk meg, akkor nem fog megjelenni ezen belül a keresőn belül ez a kép. Jó, hát akkor nézzük Budapestet, ami nyilván biztosan meg fog jelenni, és láthatjuk, hogy
gyakorlatilag ugyanúgy tudunk a képeknek az adataira itt is szűkíteni. Tehát a részletes keresés az ebből a szempontból 100%-osan ugyanúgy működik, mint az egyszerű keresés, csak a tegek helyett konkrét település nevekkel tudunk keresni. És még egy apró tipp, ebbe gyakran egyébként még én is beleesek ebbe a hibába, a címkéket, hogyha a keresés végén nem ürítjük gyakorlatilag, tehát nem klikkelek újból rá a Budapest címkére, akkor az automatikusan nem törlődik a következő keresésnél, úgyhogy ha következőleg mondjuk csak évszámra akarunk szűkíteni, akkor a Budapest jelzőt azt érdemes kiixelni, és gyakorlatilag egy új keresésnél így már nem csak budapesti képeket fogunk kapni. Jó, a szolgáltatásaink fülön igazából elmondtam már, hogy mik azok a fő pontok, amik kapcsolt szolgáltatásként a programon keresztül elérhetőek. Itt található a jelenlegi partnerünk a fizikai album rendelésben, ami a Best Fotókönyv. Így gyakorlatilag ezeket a letöltött albumokat át tudjuk küldeni a Best Fotókönyv felületén keresztül egy fizikai fotóalbum megrendelő szolgáltatásba, és ők elkészítik ezt az albumot. A hírek menü, ugye már korábban bemutattam, így gyakorlatilag ugyanazokat a híreket és kiemelt albumokat látjuk. Igazából ezek a kiemelt albumok, tehát a hírek ebben az esetben ezeket a gyűjtéseket jelentik, azonban itt ugye visszamenőlegesen is meg tudjuk nézni azokat a tartalmakat, amiket a szerkesztők kiemelésre érdemesnek találtak. Egyébként érdemes ezt végigböngészni, van pár tényleg nagyon érdekes és szerintem történelmi szempontból is jelentőséggel bíró érdekesség, illetve cikk. Ádám, a felületen. Akkor igen? Én is beleszólok, mert többször meglettem szólítva, Krasznai János vagyok, a program szakmai vezetője. Itt, hogy böngészted a végén, látszott, hogy az előbb nem találtuk nagy atádot, de a cikkek között mégis volt egy nagy atádi Beatles. Így van. Tehát, igen, ezért mondom, hogy ebbe a hibába én is beleesek néha. A címke, hogyha úgy marad, akkor a részletes keresésnél is úgy marad, tehát hogy azt mindenképpen érdemes utána vissza, és most meg fog jelenni, így van. Tehát ez bele volt tervezve a legyen az, hogy a szólódat most akkor duóba váltjuk, és mindenkitől elnézést, én is bebizonyítottam az elején, hogy még mi is digitális analfabéták vagyunk valamennyire. Én ezt az alkalmazást még sosem használtam eddig, de most megtanultam ennek is a használatát. Reméljük, hogy így lesz mindenki ezzel a mi kis oldalunkkal. És tulajdonképpen én a történetéről, vagy az előzményeiről szerettem volna csak beszélni. Az Ádám olyan, hogy elmondta már a működését is, hogy lehet, hogy rögtön át evezhetünk, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban, mert tulajdonképpen, hogy ez hogy alakult ki ahhoz képest, hogy ez milyen szép lett, milyen jól működik, és milyen sikeres, ilyen rövid idő alatt, az a legfontosabb ezzel a programmal kapcsolatban szerintem. Mi egyébként, vagy én sok ilyen magán, vagy nem állami archívum mellett bábáskodtam, állami archívum mellett is, de a Filmmúzeum televíziót csináltuk utána, ugyanezt már végigjátszottuk egyszer Super 8-as nyersanyagokkal, az lett a super8.hu, hogyha valakit érdekel, akkor azt meg lehet nézni. De mondható ez mindenféle nyersanyagról, gramofon online, és tulajdonképpen minden olyan analóg, vagy ugye hagyományos nyersanyagnak a gyűjtése, digitalizálása, nagyon fontos feladat, amin már így átrágtuk magunkat. Egy és a legalapvetőbb gyűjtési szempont maradt ki, amire nagyon régóta készültünk. Ez mindenkinek a szívéhez legközelebbi nyersanyagok, pont a családi fotóknak a gyűjtése,
ami most nagy boldogságunkra ezzel a fejlesztéssel megvalósult. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy ha van kérdés, akkor inkább azokra válaszolunk szívesen, hogyha Ádám, te is úgy gondolod, vagy ha akarsz még róla beszélni, akkor szívesen hallgatjuk. Még egy pontosítás, itt vannak a Romániában készült képek is, tehát ez is a címke. Ne felejtsék el a címkét kikapcsolni keresés közben, ez a végszó. Igen. Nem tudom, hogy van-e akkor kérdés esetleg, vagy az, hogy kapjuk, hogyha van. Kedves kollégák, a chatben lehet kérdezni, mert voltak kérdések, de azokat már Eszter kolléganő megválaszolta. Aha. Itt az egyik kérdést én is kihangosítanám, az pedig az, hogy külhoni magyar kollégák is csatlakozhatnak-e a programhoz. Ez kérdésként szerepelt, és ezt kérdezem akkor. Igen, abszolút. Tudom, János, teszek választani rá, de egyértelműen, tehát nincs Magyarországra szűkítve a regisztrációnak semmilyen szintje, tehát akár Tanganyikáról, akár külhoni magyarokként bármelyik országból lehet regisztrálni a programba, abszolút. Sőt, ennek a programnak az egyik legfontosabb célja, vagy feladata, küldetése, hogy ezeken a fotókon keresztül egyesíthetjük, és egyesítsük is újból a családokat, mert hogy ezeknek a képeknek is ugye nagyon érdekes történeteik lehetnek, ezeknek a képeken zajló történeteket is nagyon fontos megőrizni, meg a képek fizikai valójukkal történő történelméknek is van egy nagyon érdekes története. Például ugye nem is kell csak világégésre vagy ország határ átszabásra gondolni, hanem egy válás, vagy egyszerűen csak egy örökösödési folyamat utáni osztozkodásban kihez milyen képek kerültek, és a többedik generáció esetében már csak azt a néhány képet ismerhetjük bizonyos eseményekről, vagy családtagokról. Ez a program ez alkalmas arra is, ugye az Ádám által az előbb bemutatott meghívásokkal, album megosztásokkal, bővítésekkel, új album szabászatokkal, hogy ezek a képek ismét együtt és egyszerre láthatóak legyenek. Ugye valamivel egyszerűbb, hogyha ezek a képek be voltak ragasztva egy albumba, és akkor valamennyire egymáshoz kötődnek a történetük is. Ezt egyébként feldolgozni, digitalizálni nyilván nehezebb, ugye ezért nem csak szkennelünk, hanem reprózunk is, reprodukciós felvételeket is készítettünk róla, a képeket digitális utómunkában is szépítgetjük, illetve tulajdonképpen valamennyire, amennyire lehetséges, restauráljuk is ezeket a képeket, úgyhogy már csak azért is érdemes beadni hozzánk, mert tényleg hagyományos vagy házilagos módon kevésbé tudják így följavítani valószínűleg ezeket a képeket. Sajnos ezeken a egyelőre böngészhető képeken még nem mindegyiken látszik, mert lassabban haladunk mi, mint ahogy töltik föl a képeket, a rossz minőségűeket, azokat visszarendelgetjük magunkhoz, visszakérjük, de hát ez egy édes teher, mert ez azt jelenti, hogy nagyon népszerű a program, és nagyon nagy iramban és ütemben töltik föl a képeket. Érkezett egy kérdés a chatben, vagyis kettő is, ketten is ugyanazt kérdezik, hogy létezik a Fortepán nevű oldal is, hogy az mit gyűjt, illetve mi a különbség, vagy hogyan definiálódik itt a két különböző szolgáltatás. Igen, több magánkézben lévő fotóarchívum vagy gyűjtemény is van. Kétségkívül a Fortepán a legismertebb és a legnépszerűbb.
nagyon fontos munkát végez a Fortepán, nagyon fontos, ugye pont 10 éves, én is dolgoztam velük nagyon sokat, amikor még filmmúzeum televízióztunk, akkor az volt a hallgatólagos megállapodás, hogy ami kép hozzánk került, mert rengeteg hagyaték érkezett, azt akkor mindig próbáltuk átadni nekik. Alapvetően a Fortepán válogatása, vagy tulajdonképpen gyűjteménye, ott inkább a fotóközpontuság, gyönyörű, fantasztikus és pótolhatatlan képeket lehet onnan kibogarászni, de ezek a képek egyrészt jogi szempontból is másak, mint itt nálunk, mert szabad felhasználás miatt mindenki számára szabadon szerkeszthető, letölthető, külön könyvek, bármik készülhetnek belőle. Egy alapítványi tulajdonban lévő gyűjteményről van szó. A mi esetünkben pedig, mivel ugye itt egy állam és egy KKV, kis és középvállalat együttműködéséről van szó, ezért a mi szerencsénk, ugye én képviselem a Főfotó nevű fotós digitalizáló központot. A mi esetünkben egy nagyon nagy segítség az állam részéről, hogy egy olyan jogi hátteret ad ennek a programnak, ami biztosítja azt, hogy mindenkivel, minden regisztrált felhasználóval felhasználási szerződést tudjunk kötni, jobban ismerjük a képek tulajdonosait. Különböző vagy új felhasználások esetén el is számolunk ezekkel a felhasználásokkal, kötelezettségünk is, ez benne is van a szerződéseinkben, de a legnagyobb különbség, ha csak a fotókat nézzük, az, hogy itt alapvetően családi fotókat gyűjtünk, és az is létezik ennek a programnak, mert kommunikációja csak a járványhelyzet miatt ugye minden egy picit ugye odébb csúszott, de hogyha föloldják ezeket a zárásokat, amik a pontokat érintik, ahol mi gyűjtenénk ezeket a képeket, akkor kezdjük el azt az igazi kommunikációt, hogy itt 100 képig ingyenesen, de minden család számára egy olyan programot szeretnénk nyújtani, ami közelebb hozza a családtagokat, szeretnénk arra ösztönözni a családokat, hogy válogassák ki a képeiket, nézzék meg, hogy mi az a 100 kép, ez egyébként nem egy köbevésett szám, mert most egy nagyon halkan csak mindenkinek megsúgom, hogyha már a családból 2 vagy 3 regisztrálnak értelemszerűen, akkor ugye több 100 képet lehet föltölteni ingyen, de ezt nem is mondtam. Tulajdonképpen ez a különbség alapvetően a Fortepánhoz és az összes többi gyűjteményhez képest, hogy itt a képek alapvetően családokhoz vannak rendelve. Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem, hogyha én mondjuk egy tanár vagyok, és találok itt valamilyen érdekes képet, és az órán szeretném használni mondjuk egy prezentációban, akkor szerzőjogi értelemben ezt megtehetem, vagy pedig engedélyt kell kérni? Én válaszolok, vagy Eszter, vagy Ádám? Én válaszolok rá szívesen, aztán, hogyha közben bekapcsolom magam. Szóval, ha azt hozzá tudtok tenni, akkor egész nyugodtan. Alapvetően felhasználható a forrás megjelölése mellett az összes kép, hogyha nyilván ezekről, tehát ennek megvan a maga jogi procedúrája nekünk emögött, erre így időhiány miatt most nem térnék ki, hogy ez pontosan hogyan működik, de hogy alapvetően ezek a publikus képek, azok forrás megjelölés mellett elméletileg felhasználhatóak, illetve azok a képek, amelyeknél van felhasználási szerződése mögött pontosan, de erre vagy Eszter, vagy János szerintem bővebben kitér, hogyha ezt érdemesnek látjuk most kifejteni, mondom, ez egy elég hosszú jogi
beszélgetés lenne most, hogyha ebbe belemennénk, úgyhogy azért ezt inkább nem indítom el, de alapvetően a kérdésre a válasz az egy erős talán egyébként, igen, mert attól függ. Igen, tehát fel lehet használni oktatási célra mindenképp. A felhasználási szerződésben az egészen pontosan lerövidítve az szerepel, hogyha a program számára bizonyíthatóan bevétel keletkezett, akkor ugye kötelesek vagyunk megkeresni és ezt közölni a képek tulajdonosaival, de oktatási célra, kutatásra mindenképpen. Ugye le is lehet tölteni ezeket a képeket, úgyhogy tulajdonképpen egy nem is egy talán, hanem egy határozott igen a válasz. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, van-e még esetleg kérdés? Ha nincsen kérdés, akkor én nagy tisztelettel megköszönöm mai előadóinknak, Krasznai Jánosnak és Buza Ádámnak, hogy bemutatták nekünk a Kézai Simon programot. Egy nagyon izgalmas kezdeményezésről van szó, és hát aki még nem nézte meg a honlapot, számítson rá, hogy sok időt fog eltölteni ott, mert én is csak elkezdtem, belenézek egy kicsit, aztán sok idő telt el, mert rengeteg érdekes dolog van benne, úgyhogy remélem, hogy ezek a bemutatott információk inspirációként szolgálnak mindenkinek, akár arra is, hogy a digitális témahétre valami projektben próbálják ki a gyerekekkel, ismertessék meg a gyerekekkel ezt a szép kezdeményezést, és akkor már a digitális témahéten meg is jelenik ez a Kézai Simon program. Köszönöm szépen még egyszer az előadást, és mindenkinek a részvételt. Még egy mondatot akkor, így bocsánat, a zárszó utáni zárszó, hogy készítünk tulajdonképpen ehhez az előadáshoz elég hasonló ilyen tutoriál videókat majd, amiket segédanyagként szintén lehet használni, úgyhogy akkor Attilán keresztül azt szerintem mindenkihez eljuttatjuk. Köszönjük szépen!